Június 8-án a Csengeli falunapok keretein belül traktoros, valamint motoros kiállítást tartottak. Erről készült montázsfilmünket tekintetik meg a következőkben.
Az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium évzáróját fellépők műsorát tekinthetik meg a következőkben. Habaics Kitti, a bizonyítvány. Drága szülők, tanárok, ne fedjetek engem, ha kitűnőért nem is vagyok, ez éven büszkén végigmentem. Valamiben ügyesebb vagyok, mint a társak, és valamiben gyengébb, de mások is hibáztak. Tudjátok, én úgy gondolom, hogy nem csak jegyben mérik, hogy a szívünk legmélyében mennyi érték rejlik. Valamiben jó vagyok, majd azzal foglalkozom, de ígérem, hogy a többiből a legjobbat kihozom. Egy a fontos, bízzatok bennem, a célomat elérem, nem kell engem féltenetek, ezt én is megígérem. A bizonyítvány nem kitűnő, de büszkén vállalom, az utam attól így is, úgy is sikerrel járhatok. Kevesen vagyunk a 10B-ből, így nekem is be kellett állnom egy műsorszámra. A nyárra kívánom mindenkinek élményekkel teli pillanatokat. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom in a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. You know how I feel. Stand up the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for you. And I hope you will feel good.
Yes, I know you feel good. You feel good. And I know we all feel good. Július 11-én megemlékező misét tartottak Rostás Sándor atya emlékére. Antal Imre plébános búcsú beszédét tekintetik meg a következőkben. Thank you.
Amen.
A Kisteleki Hétkerék Egyesület tábort tartott, ahol rengeteg edzéssel és programokkal várták a görgkorcsolyázni vágyó gyerekeket. A résztvevő gyerekek meséltek nekünk a táborról. Milyen volt ez a hét? Hogy érezted magad? Nagyon jó volt, örültem, hogy a többiekkel lehettem, és hogy minden nap két edzés volt, és hogy délután még fürödhetünk a medencébe. Mennyire volt nehéz ebben a melegben ez a tábor? Délután sokkal nehezebb volt, mert fületebb volt az idő, de reggel nagyon jó edzeni, mert annyira nincs meleg, és nem süt a nap. Számodra mit is jelent a görgkorcsolya? Hát, én nagyon szeretem csinálni, és még itt sok barátokat szereztem a nagyok közül is. A jövőben is szeretnéd ezt majd folytatni itt, vagy máshol? Hát, szeretném folytatni. Először is hogy érzed magad? Milyen ez a hét? Nagyon jó. Meg olyan... Hát a nyár olyan rossz, mert ilyen... Amikor elkezdődött a nyár, majd nem volt felállítva a medence, és majdnem meghaltam, mert akkor a meleg volt. És milyen itt a medence? Van medencétek is, láttuk. Nagyon jó. És van nekem úszógumim, abba beleül, mindenki bele szokott ülni, meg gyümölcsöt is szoktak adni, és szoktunk beleugrálni a létrára, a föntöt, belecsobbanunk, és Dorka mindig mondja, hogy ha bent vannak a kicsik, akkor... Ne ugráljunk. Thank you.
Te már elég régóta versenyzel itt a Hétkerék Egyesületnél. Mi a jó technika ebben a sportágban? Hát nagyon fontos a pálya, hogy nagy legyen, és hogy normálisan tudjuk venni a kanyarokat, a kerékméret nyilván, kerekeknek a minősége, meg hogy ugye a korcsolya is, például profiba általában gyorsabban lehet menni, mint amatőrbe. Ezen kívül normálisan lent kell lenni pozícióba, és körülbelül ennyi, és hajtani kell. Edzésen vagy egy versenyen inkább az edzőtökre hagyatkoztok, amit ő mond, vagy figyelitek a versenytársaitokat? Hát attól függ, mert például versenyen Niki, az edző, az mindig szokott ordibálni nekünk, hogy mit, hogyan csináljunk, hogyan helyezkedjünk, és arra szoktunk figyelni meg, persze, hogy az előttünk lévőt jobban megelőzzük, vagy közelítsünk hozzá. Neked mit ad ez a görkorcsolya? Hát jót ad, mert jó dolgot tanít nekem a görkorcsolya, meg az, hogy tudjak a városban egyedül hazamenni, meg ilyesmik. Sok barátot is ad neked ez az egész, ez a közösség? Hát nem annyira. Balástai vagyok, és ők meg kistelekiek. És akkor azért... Ebben a táborban mennyiszer edzetek egy nap? Kettő. És a két edzés közt meg mit szoktatok csinálni? Hát... játszunk, társasozunk, kifesik a körmeinket. Főleg a fiúk? Hát... trambulinozunk, és ilyesmik. Azt kérdezném tőletek, hogy hogy érzitek magatokat itt ebben a táborban? Hát nagyon jó, mert van egy nagy medence, hintágy, trambulin, sok állat és van kaja. Hány edzésetek van egy nap ebben a táborban? Egy nap két edzés van, vagy volt már olyan, hogy csak a profik edzettek és mi fölöttünk. Jövőre is el fogsz jönni a táborba? Igen. Mert én vagyok otthon. Lakna. Igen. Akkor neked muszáj. Biztos. Ebben a táborban inkább edzeni jobb, vagy az utána lévő játék, az a idő közötti játék? Mindkettő jó. Mindkettő. Miért? Hát edzeni is jó a versenyekre, és játszani is jó többiekkel. Egyszer is hogy érzitek magatokat itt ezen a táboron? Nagyon jól. Ebéd után mindig elmegyünk fagyizni ide a pálma cukrászdába. És mit szoktatok még csinálni? Játszunk sokat a táborba. És aztán medencézünk, miután hazaértünk a fagyizásban az ebédből. Milyen a medence? Jó nagy, de vannak benne legyek, meg kicsit hideg is. Tegnap meg csináltunk egy nagy örvényt, és visszafelé nem lehetett menni, csak előre. De jó. És mi a kedvenc fagyitok? Én nekem ma csak is keksz. Nekem is. Arról nem beszéltek nekünk, hogy milyen érzés elesni? Nekem nem. Nem rossz. Nem rossz? Én nekem rossz. Egyik barátunk azt mondta, hogy ő nagyon szeret esni, mert ő már minden nap el szokott esni, és nagyon szeretett esni. Én nem szeretek esni. Hát én is. Lehet, hogy úgy esek, hogy eltörik tőle a te kezem. Én ma jártam egyszer úgy. De van rajtatok mindenféle védőeszköz, nem? Én még könyökre soha nem estem, mert nagyon tiszta. Vigyázol rá, nehogy összekoszolódjon? Igen. Én csak tegnap egyszer térdre. Meg tegnap nyomta a sarkamat egy kicsit a Gori. Mert túlságosan megszorítottál. Nekem így nyomta.
Te, mint szülő, mit láttál a gyerekeken ezen a héten? Hogyan érezték magukat? Hát szerintem nagyon jól érezték magukat. Nagyon sok programot találtunk ki nekik, nagyon sokat kell nekik segíteni, főleg a kicsiknek öltöztetni őket. Nagyon tündériek a medencézés alatt, vannak kisebb esések, akkor segítünk nekik, elvisszük, letakarítjuk a sebeket. Mit látsz a gyerekeken? Segít a, úgymond a sportban való fejlődésükben ez a tábor? Szerintem igen. Egyensúlyérzetben is nagyon sokat segít. Vannak új kis lányaink, 4 évesek. Az első napon még alig tudtak megállni a lábukon, ma már egyedül csinálnak mindent, végig mennek a pályán, végig csinálják az edzéseket, úgyhogy szerintem nagyon sokat fejlődnek egy hét alatt a táborban.